thank you Üdvözlök mindenkit itt a Kenset verseny oktató anyagai között. Ma az ejtőernyőnek a fizikai hátteréről fogunk beszélni, így az alapjairól, és akkor ez alapján, hogyha valaki jobban el akar merülni a témában, akkor utána tud nézni a dolgoknak. Úgyhogy nézzük is, abszolút így a nulláról fogunk építkezni. Vegyünk egy olyan szituációt, hogy van a kenszetünk, ő pedig valamilyen mozgás végez, esik a föld felé, azt mondjuk, hogy zuhan. De ezt mi alapján tudjuk mondani? Egy mozgást ugyanis csak egy vonatkoztatási rendszerben tudunk értelmezni, vagyis más testekhez viszonyítva, tehát a kenszet a földhöz képest esik, mozog a föld felé, hogy jobban megértsük egy példa, hogyha én a vonaton ülök, akkor, és a vonat pedig megy egyik városból a másik városba, akkor a vonathoz képest én nem mozgok, viszont a földhöz képest ugye igen, mert egyik városból átkerülök a másikba, és itt tudunk értelmet adni a kenszet mozgásának is. Próbáljuk meg jellemezni ezt a mozgást. Jellemezhetjük sebességgel, ez azt jelenti, hogy mekkora távolságot teszünk meg bizonyos időközönként. Tehát hány méter teszünk meg másodpercenként. Ennek a jele a V betű, ugye úgy kapjuk meg, hogy S per T, ahol az S az a távolság, a T pedig az idő, és ennek a mértékegysége az pedig méter per szekundum, ugye a méter távolsága, a szekundum az idő, és akkor mondjuk ennek a kenszetnek a mozgását ebben a pillanatban jelölhetjük úgy, hogy ez 10 méter per szekundum sebességgel megy, vagyis 10 méter tesz meg másodpercenként. De ez egy elég ilyen idealizált szituáció, amikor erről beszélünk, ugyanis ebben az esetben egyenes vonalú egyenletes mozgásról van szó, a valóságban a mozgások nagy része az nem ilyen, akkor változik a sebesség, stb. Ilyenkor érdemes átlagsebességről beszélni, aminél azt nézzük, hogy ha az adott mozgás, amiben ugye voltak változások, az egy egyenes vonuló egyenletes mozgás lenne, akkor mennyi lett volna a sebessége az alatt az idő alatt, azzal az úttal továbbá még érdemes megegyezni a pillanatnyi sebesség fogalmát, aminél veszünk egy ilyen kimerevített időpillanatot, mintha megállítjuk a filmet, és na ebben a pillanatban mennyi volt az adott testnek a sebessége. A sebesség változást azt gyorsulással jellemezzük, vagyis hogy mennyi változott a sebesség, mennyi idő alatt. Ehhez megint rajzolok, vagy leírom, mert ezt érdemes megegyezni, a jele az A betű és delta V, vagyis a sebességváltozás per delta T-vel kapjuk meg, tehát hogy itt ez a delta az a változást jelenti, ennek a mérték egysége pedig a méter per szekundum négyzet. Emellett most nem térnék ki a, ilyenkor, hogy hogy számítjuk ki az utat, meg az ilyesmikre, mert ez úgyis benne van a segírletbe, és ott minden sokkal részletesebben le van írva. Amit érdemes elgondolkozni, hogy ugye honnan jön a gyorsulás, miért van valaminek sebessége, mitől változik valaminek a mozgása, ez a különféle erőhatásoktól hatásoktól van, úgyhogy a következőben ezt fogjuk megnézni, hogy ezek mik és hogyan működik. Tehát Erőnek azt nevezzük, amikor egy test egy másikra hat, és ezzel megváltoztatja annak a mozgás állapotát. Tehát belerugok a labdába, a labda gurul, a fű pedig lelassítja. Tehát itt én is hatást végeztem a labdára, meg a fű is. Ez továbbra is részletesebben benne van a segédletben, és az erőnek a jele a nagy F. Ezt Newton második törvénye szerint tudjuk megkapni a következő képlet segítségével, hogy F egyenlő m-szer A. Ugye az m az a testnek a tömege, hány kilós, hány grammos, stb. Az A pedig ugye a már ismertetett gyorsulás, tehát ekkora erő mozgatja az adott testet, ennek a mértékegysége a newton. Emellett megjegyezném, hogy a súly az más fogalom, mint a tömeg. A köznyelvben ezt általában szokták ugyanúgy felcserélve szinonímaként használni. Súlynak a fizikában azt az erőt nevezzük, amivel a test a felfüggesztés húzza, vagy az alátámasztását nyomja, tehát ez a filc itt bizonyos erővel nyomja az asztalt, vagy a felfüggesztett lámpa plafonon ugye húzza a plafont. E ezt a Különbséget érdemes észben tartani. És akkor érdemes megjegyezni, hogy van az úgynevezett gravitációs erő, ezzel az erővel vonza a Föld a tárgyakat magához, ezért esik lefelé a kenszet. Van a gravitációs gyorsulás, aminek kis g-vel szoktuk jelölni, mert a gravitációs erőt nagy g-vel szoktuk, aminek az értéke ez ilyen 9,... Most kerekítek 81 méter per szekundum négyzet. Nyilván ennél sokkal több tizedes egyik pontossággal is lehet nézni, ugye ez szintén le van írva a dokumentumban. De most, hogy ismerjük ezeket az alapfogalmakat, térjünk ki arra, hogy hogyan fogjuk lassítani a kenszetünket, hogyan működik az ejtőernyünk, ugyanis erre vagyunk mind kíváncsiak. Szóval jelen pillanatban ismét nézzük, hogy a kenszet, amit megint ez a téglalap fog szimbolizálni, mit csinál. Ugye mozog lefelé, ez a M-szer G, ahol ugye a G az a gravitációs gyorsulás, az M pedig a kentszetnek a tömege, ez az erő húzza a Föld felé, és ha lassítani szeretnénk, akkor szerűen ezzel egy ilyen ellentétes irányú erőt kell kifejteni. Ezt hogy fogjuk megtenni? Ehhez fogjuk az egytőernyőt használni, ami következőképpen működik, ugye a levegőben van mindenféle részecske, a levegő is egy közeg, és ez is erőt fejt ki a benne mozgó testekre, és az ejtőernyőknek olyan alakjuk van, hogy ezekre nagyobb erőt fejt ki a levegő, és ezáltal fogja lassítani az adott objektumot, amire rászereltük, jelen esetben a kentszetet. Erre is van egy képlet, hogy hogyan tudjuk megkapni ezt a légellenállást, amit most én F Légnek fogok csak itt írni. És a következőképpen néz ki ez a képlet, egy-kettedszer, ez a CD. Mindjárt kitérünk arra, hogy mi mit jelent, de először felírom a képletet, hogy jobban lássuk. Ő lesz nekünk, amit itt bekarikáztam, az ernyő légellenállási együtthatója. Ez az adott ernyő típusától és anyagától függ. Ő az adott, ugye jelenleg mivel légellenállásról beszélünk, de amúgy általános esetben a közeg sűrűsége, jelenleg ugye a légsűrűség lesz, ez egy ilyen átlagértéket használunk, és ez is le van írva a segéletből, hogy mennyi, meg minden függvénytáblában is megtalálható. Az A lesz az ernyőnek a felülete, V négyzet pedig a sebesség, amivel elindul az adott test, és, vagy megy éppen, és ez szerint fog ugye ez az erő kifejtődni és az lesz ugye akkor az eredmény, hogy ezzel az m G-vel szemben ez az erő fog fellépni, és nekünk, hát valami olyasmi a célunk, hogy ne gyorsuljon tovább a kenszet, tehát körülbelül akkora erőt kéne kifejtenünk, mint a gravitáció, hogy a kettő különbsége nulla legyen, mert akkor nem gyorsul tovább a kenszet, de hogyha ezt nem tudjuk elérni, akkor legalábbis ne olyan ütembe gyorsuljon a kenszet, hogy túllépnénk a versenyelőírás szerinti sebesség határokat, tehát hogy akkora ellenerőt fejtsünk ki, hogy a sebesség a még elfogadható tartományban legyen, és legyen időnk elvégezni a méréseinket. Rendben. Na, akkor most, hogy értjük, hogy hogy működnek az ejtőernyők, nézzük meg, hogy milyen ejtőernyő típusok vannak, mit érdemes választanunk a kenszetekhez. Mi most alapvetően négy ejtőernyő típusról fogunk beszélni, félgömb alakú, kereszt alakú, palagrider vagy lapos hadszögletű ernyőkről. Ez a magyar szakirodalomban és az angol nyelvben eltérhetnek, hogy melyiket éppen hogy hívják, de nagyjából ez alapján lehet tájékozódni. A segédletben pedig benne van, hogy melyiknek milyen a légellenállási együtthatója ezek közül a típusok közül. Úgyhogy nézzük is meg, hogy melyik mit tud. Akkor előbb az egyszerűbb konstrukciójú ernyőkre e, térnék rá. E, van ez a e, kereszt alakú e, ejtőernyő, ami nagyon egyszerű ilyen téglalapokból fog e, állni. Úgyhogy ezeknél a pontokra lehet e, rákötni a kötelet és e, aztán így lehet majd rögzíteni a kenszetünkhöz. Ezt viszonylag egyszerű elkészíteni, úgyhogy ez így elég hasznos a kenszethez. Aztán van a paraglider, vagy a siklóernyős megoldás, ami egy nagyon bonyolult, vagy hát egy bonyolultabb konstrukció, és az az előnye, hogy mivel siklóernyő, ezért ugye lehet kontrollálni a mozgását, a szerint, hogy uh, hogyan uh, húzzuk a köteleket. Úgyhogy, ha valaki uh, hiper-super érzi magát, akkor nyugodtan építhet olyan kányszetet, ami tudja a köteleket húzogatni, és akkor lehet irányítani. Aztán lapos is van még. Ehhez már rajzolok, hogy uh, ezt még le is tudom rajzolni ezt általában ilyen sok szögekből építjük fel, három szögekből, hogy ilyen részekből varjuk össze, és aztán ezt megint ezeknél a pontoknál tudjuk a kötelet rögzíteni hozzá, és aztán a kötelet megint a kenszethez. Ez elég kedvelt a kenszet versenyen, mert egy egyszerű, de nagyszerű konstrukció. Tehát viszonylag nagy ernyőket lehet egyszerűen vele csinálni, amik jól lassítják a kenszetet. Legismertebb ernyű típus, ami egybe talán az egyik legnehezebb megcsinálni, a félgömb alakú ernyő, ami mindenkinek eszébe jut, hogyha ernyőre gondolunk, ami ilyen kis részekből áll, minél több ilyen részből áll, nekünk az annál jobb. Annál jobban fogja megfogni a levegőt, ugye akkor lesz a félgömb alakja nyilván, hogyha megtelik levegővel, önmagában ő is csak egy darab vászon. Amit róla érdemes ö, tudni, hogy hasonlóan mondjuk a lapos ejtőernyőhöz, őt is ilyen részekből rakjuk össze, ugye ezekből a kis ö, gerezdekből mondjuk így. Érdemes külön ezeket megvarni, és ö, utána ezeket ö, összevarni, viszont ennek már tényleg nehéz a megvalósítása, úgyhogy ezt nem igazán ajánlom senkinek egy kenszet versenyen, de ha valaki nagyon bele akarja ásni magát a szakirodalomba, akkor sok ö, érdekes dolgot fog találni róla, és ö, ne veszítse el senki sem a bátorságát azért, mert mondjuk valami, mint például ez, ez ilyen ö, bonyolult megcsinálni, vagy például a paraglider megoldást, ö, mert ö, kellő nézéssel, a mentorotok segítségével mindent meg tudtok oldani, és akkor egész kiváló ejtőernyőket fogtok tudni építeni, és mindenféle különleges mérés végezni a kenszetetekkel. Most külön az ilyenre, mint a szakító szilárdság és az anyagtudomány részére a dolognak nem fogok kitérni, ugyanis a 3D-s oktatóanyag valamennyire kitér ezekre, úgyhogy ha ez érdekel jobban, akkor majd nézzetek rá azokra is, mindenképpen érdemes lesz lecsekkolni. Remélem használható tudást sikerült szerezni ebből, nézzétek meg a többi oktatóanyagot is, és jó kenszetépítést! Sziasztok!